azt mondják, az igazán jó szakácsot addig érdekli az étel, amíg elkészíti. Jól lakni nem ő fog vele, hanem a vendégei. Ha ez csak ugyanígy van, akkor a most következő vendégem pályát tévesztett, vagy legalábbis igen jó szakács válna belőle. Hölgyeim és uraim, Hajós András! Nem tudom már, hol adtuk elő, de nem érdekel. Azt meséld el, hogy honnan tudtad, hogy milyen hosszú operára hurcolt el atyád. Jaj, de ezt mindig el kell mesélni. De én ezt mindig szereztem. Ez olyan, mint a Markos Nádasnál a Húgyos Józsi át, szóval ezt imádom. Leszek én egy kis szokó rádiód, amit kutyasétáltatás közben odaállítasz, ahol neked tetszik. Na. Hát tényleg az új volt. Operába hordott gyerek voltam. Ezt egyébként az orvostudomány ismeri. Tehát van egy ilyen fejhorpadás és egy ilyen életre tartó remegés, amit operába hordott gyereknek hívnak. Apám klasszikus zenésznek tanult kultúrát, nevelést akart nekem adni, és mindig mentünk az operába, vagy az Erkel Színházba. És ugye az operába operát adnak, ugye nagyon más nem tudnak csinálni. És végig énekelni fognak. Illetve még egy dolog van, időnként közben a büfé. És az apám valami jó érzékkel úgy vette észre, hogy a kettő közül, hogy opera és büfé, engem inkább a büfé fog érdekelni. Egyébként apámnak van egy nagy találmánya, mai napig nem valósította meg senki. Átadom az emberiségnek, az operába a büfé jegy, amit a sznobok vesznek, csak arra 15 percre, amíg szünet van, bundát föl lehet venni, ékszert, és bemenni, nem kell, igen. Kicsit társalogni, hogy mi is itt vagyunk, és talán húzni haza, és nem kell hallgatni. Hát, hogy ez kiváló! Ez kiváló! Szóval... rendesen el kellett olvasnom Kertész bácsi opera kalauzából, hogy miről fog szólni. Kiképzést kaptam, már előtte való délelőtt apám a Tesla Mono lemezjátszón fürdőköpenybe és kispapucsba állva levezényelte az egész darabot, a hegedűk jobbról, az itt balról, ami ugyan minden középről jött. A miután Mono lemezjátszóról beszélünk. És hát így kiképezve akkor beültünk a Skoda 120 SL járműbe. Én, hogy amúgy se fértem el a Skodába rendesen, de hogy felsőtestileg is kínozva legyek, hol egy kis apró csokornyakkendő, hol csak egyszerűen a korpulens felsőtestemre teljesen rágombolt ilyen kis zsabó, vagy egy kis ingecske, és természetesen egy elmaradhatatlan körömcipő, amit senki se lát, hiszen ülünk a zsőjében. Lakcipő inkább, nem? Hát az, igen, igen. Hát nekem körömcipőnek érződött, szóval egy ilyen kultúrgés a kamasz fiúként, így igen. Beszorítva eleve jól éreztem magam. Akkor ehhez még jött az, hát elnézést kérek azoktól a hölgyektől, akiket ez érint, de jöttek a megcsinált hajú nénik, akik ugye leültek az ember elé, akik az egész délelőttet ott töltötték, és akik folyamatosan piszektek, meg néztek rossz fele, és szerintük suttogva nagyon hangosan a megfelelő pillanatban azt mondták, te ide figyelj, a komáromi antisöngyékosnak, most mit szólsz hozzá, édesapám? És ez ment ott. És valahányszor az apám előtte elmondta, hogy na, ha ezt kibírod, akkor lesz kókuszgolyó narancslé. Itt természetesen KGST narancslére kell gondolni, ami sertésfejhúsból, marhavérből és ipari szalonnából készült. Kókuszgolyóba bele sem merek gondolni. A kókuszgolyó valószínűleg a narancslé maradékából készült, ami kiszáradt. De az apám ezt így beígérte. Ha ezt mondta, ezt az adagot, hogy kókuszgolyó narancslé, akkor tudtam, hogy valami olasz operáról lehet szó, ami emberi... Időpontba véget ér, és van egy története, van kövérnének, bejön egy kis férfi, aki azt mondja, akkor egymási lesznek, időnként meghalnak, aki meghal, kicsit még énekel egy pár órát, de ugye az egész azért így átlátható. És tudtam, hogy ez lesz. Aztán, amikor egy kicsit komolyabbra fordult a dolog, akkor az apám azt mondta, hogy kókuszgolyó sütemény és jaffa.
Akkor tudtam, hogy valami komolyabb kiképzésről van szó, esetleg valami kortársabb darabról, vagy valami nehezebben foghatóról, Stravinsky, Bartók, esetleg balettről, ami apámnak is a begyébe volt, el is magyarázta nekem, hogy a balett lényege, hogy a feketék körbevesznek egy fehéret, az vergődik, majd addig vergődik, amíg egyszer csak feláll, ekkora feketék legugolnak, és győz a jó. Én magam... Én magam egyébként a balett közben azt figyeltem, hogy tulajdonképpen a balett lényege az, hogy a nőknek innen teljesen leveszik, viszont ide teszik a fiúknak. Igen. Olyan nők nincsenek, akiknek ott nincs, és olyan fiúk sincsenek, akik ottnak. Akinek akkora van ott? Van. És hát akkor ezt így úgy bámulgattam a kis körömcipőmbe. Ezek nehéz pillanatok voltak, ám eljött a legrémisztőbb, amikor egyszer egy fagyos téli délutánon a Skodában, ahol apám bemutatta a biztonságos tüsszentést is. Apámnak az volt az elve, hogy nem szabad tüsszenteni a kocsiban nagyon nagyot, mert megrántja az ember a volánt, ugye akkor ezt így, és az baleset veszélyes. Ezért az apám kifejlesztette azt, hogy rendkívül higgadtan egy igazi tudós orvoshoz méltóan ült, majd egy legváltlabb pillanatban azt mondta, és teleköpte az egész belső rész. Mit mondjak? Kicsit zöld volt, de éltünk. De egyáltalában a Szent István parktól ti miért mentetek autóval az operába? Azért, mert így lehetett elkerülni azt, hogy A. eltörjem a lábam a villamoson, végérvényesen elveszek, mint például a Lehel piacon, amikor egyszer megfogtam egy néni kezét, és nagyon sokáig mentem vele másfele, és kedvesen mesélt nekem egy történetet, majd később jött egy másik néni, nagyon vörös fejjel kiabálva, de ő az anyukám volt, hogy én hol vagyok és miért visznek el. És a néni, aki engem elvitt, az mondta, hogy pedig én végig beszéltem a kisfiúhoz, hogy én nem az anyukád vagyok, és te neked hol van az anyukád, de én nem ezzel foglalkoztam, mert valószínűleg ilyen szuperhősök vagy valami ilyesmi volt a fejemben. Szóval engem nem volt jó levinni az utcára, mellesleg megjegyzem, később, amikor már egyedül járhattam az utcán, én az a fajta csíntevő voltam, aki például nem hiszem, hogy van olyan, azt minden gyerek megcsinálja, hogy télen a hetes busz megdobálja hóhújóval, igen. És a nyitott ablakon, a nyitott ajtón be tud dobálni. Az a bónusz. De igen. Ki az a hülye gyerek, aki megdobálja azt a hetes buszt, amivel egyébként haza akar menni? És utána felszáll rá. Igen. Én ez voltam. Úgyhogy mentünk a Skodával, édesanyám gondolkodás nélkül nyúlt le, és a tüsszentő zsebkentővel törölte apám előtt a Skoda 120 SL belső szélvédőjét, és ekkor azt mondta apám, hogy ma nagyon komoly dolog lesz, bármennyi sütemény, bármennyi üdítővel, valami elszorult bennem, és eltört, akkor még nem tudtam, de ez volt Wagner. Viccet, arzalmat! Beszélgetéseinkben